Nagyon szeretném, hogy Winter boldog legyen. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a novemberi összegzésem lesz, ugyanis igen, vége van a novembernek is, úgyhogy hát gyakorlatilag idén ez az utolsó összegzés, mivel ugye a decemberi az majd csak január elején fog kimenni. Novemberben 5 darab könyvet fejeztem be, Zömével egyébként tök jó élmény volt mindegyik, úgyhogy nézzük is, hogy mik voltak ezek a könyvek, amiket kiolvastam a hónapban. Elsőnek mondom a Gyűrűk ura harmadik kötetét, ugye a király visszatért, végre befejezte a Gyűrűk ura újraolvasásomat, végül is csak 11 hónap kellett volna, nem tudom, miért mutattam. Szóval végül is csak 11 hónap kellett hozzá, úgy érzem, igazából annyira nem volt most hangulatom újraolvasni a három kötet. Szóval nem volt annyira kedvem újraolvasni a Gyűrűk urát, úgyhogy így ezért is kicsit ilyen szenvedősebb volt most. De amúgy szeretem a Gyűrűk urát, meg sírattam a végét, mint mindig, de hogy több időnek kellett volna. Vagyis nem is az, hogy több időnek, csak most nem volt hangulatom újraolvasni. De azért befejeztem, mert nem szerettem volna így felbehagyni két kötet után, ha már csak a harmadik volt vissza. Igaz, nem olvastam végig a harmadik kötetet úgymond, hanem tehát, hogy a függeléket most nem olvastam el, mert arra már nem volt abszolút energiám, hanem csak ugye magát a sztorit fejeztem be. Következőnek Wings of Fire második sorozat, második része volt ez, ugye ez a Jade Mountain Prophecy felvonása a sorozatnak, és ebből az a második kötet, a Winter Turning. Hát én már nagyon izgatott voltam az októberi összegzésben is, mert végre folytattam a sorozatot, és nagyon-nagyon tetszett a Moon Rising, nagyon-nagyon tetszett a Winter Turning is, nagyon-nagyon szeretem Winter karakterét, és én csak nagyon szeretném, hogy Winter boldog legyen. Mert egy Seth Puppy, ez a kis sárkány, és nem akarom, hogy Seth Puppy legyen. Meg akarom vigasztalni. Ha már a szüleim nem szeretik, én szeretni fogom. Én nagyon-nagyon szerettem Wintert. És igen, néha egy bunkó paraszt, de teljesen megértem, hogy miért egy bunkó paraszt, mert ő úgy lett fölnevelve, hogy az legyen, és annyira szeretem Wintert. És annyira szomorú vagyok, hogy elszpoilereztem magamnak, hogy mi lesz vele. Mármint, hogy félig szándékosan spoilereztem el magamnak, mert mondom, én nem bírom a feszültséget, és értem én az okokat amögött, ami történik, vagy amiért máshogy történik, mint ahogy én szeretném, de attól még szomorú vagyok. Mert én szeretném, hogy Winter boldog legyen, úgyhogy remélem, hogy azért boldog lesz. Egyetlen problémám ezzel a kötettel egyébként az volt, hogy a vége olyan kicsit hirtelen jött, a lezárása, az utolsó felvonása ennek a könyvnek, tehát azért kicsit ilyen puff, és megtörtént, de egyébként továbbra is imádom, és mondom, Winter így az egyik kedvenc karakterem idén, tehát nagyon-nagyon szerettem Wintert. Úgyhogy igen, és olyan szép jellemfejlődése volt így a kötet során, és még biztos nagyon szép jellemfejlődése lesz, és én tényleg csak azt szeretném, hogy Winter boldog legyen. Következő a BookTube Könyvklub novemberi közös könyvei közül én a Jó kislányok kézikönyv egy gyilkossághoz címűt olvastam Holly Jacksontól, azt hiszem. Félig hangos könyvben, félig e-könyvben olvastam a könyvet. A hangos könyv ilyen zseniális egyébként. Erről, ahogy ezt felveszem, tegnap volt kibeszélünk, úgyhogy itt szépen belinkelem, nézzétek meg. Kicsit hosszabb lett, mint kicsit hosszabb lett, mint egy óra, de tök jó dolgokról szótejtünk benne, úgyhogy ott van, nézzétek meg. Amit erről a könyvről itt tudni kell nagyjából az az, hogy én ennek nem terveztem a közelébe menni. TikTokon néha láttam, de hogy amúgy nem tudom, engem se a címe, se a borító, se semmi nem fogott meg úgy benne, és hype-olt könyv volt úgymond, tehát egy elég hype-olt könyv, és úgy voltam, hogy nem is néztem utána egyébként ennek speciál, hogy miről szól, csak így mondom, fura címe van, nem erre kell. Aztán Zsófi olvasta még valamikor korábban, és olyan értékelést írt hozzá, hogy azt mondtam, hogy hát ezt akkor most ezek után meg kell néznem magamnak is, hogy milyen, mert
mert Zsófinak nagyon tetszett, úgyhogy Zsófi megtérített, és ez egy nagyon jó dolog, mert annyira örülök, hogy elolvastam ezt a könyvet, és annyira jó volt, ez egy ifjúsági krimi, és nagyon kedves. Jó, hát végül is meghalnak benne emberek, szóval annyira talán nem kedves, de hogy meghal benne a kutya is. Na mindegy, szóval, de ugye alapvetően egy annyira jó könyv volt, annyira izgultam végig, tehát a kriminél nekem azért nehezebb szerintem sokszor, hogy beráncson, hogyha nem érdekelnek a karakterek, akkor nem érdekel, hogy ki volt a gyilkos, vagy mi történt, vagy ilyesmi. Itt meg annyira jó karakterekkel dolgozott a szerző, hogy tökre berántott, és én nem tudom így nagyon megtippelni általában a dolgokat, hogy mi fog történni egy krimiben, vagy merre megy a sztori, amivel nincs is bajom, nem is próbálkozom igazából, mert úgy vagyok vele, hogy majd a karakterek megmondják. És akkor úgy vagyok mindig vele, hogy oké, majd úgyis kiderül, csak hogy ez itt sokkal jobb volt, hogy annyira investálódtam magába a történetbe, és akartam tudni, hogy mi történik, hogy nagyon. Úgyhogy szerintem így körülbelül majdnem tuti biztos vagyok benne már most, hogy benne lesz az éves kedvencek listámban, a top 5-ben. Igen, és amit még erről a könyvről tudni kell, hogy ez ilyen mixed média, tehát vannak benne e-mailezések, telefon, chat beszélgetések, hangfelvételek, meg ilyenek, ami tökre színesíti ezt az egész könyvet, és ahogy azt a kibeszélőben is kiemelték a többiek, hogy sokkal jobban tudod követni a fonalat, hogy hol tart éppen ez a nyomozás, ami folyik benne. És a hangos könyv azért zseniális, mert ezeket a részeket, amik nem... Mert ugye vizuálisan a könyvben máshogy néz ki, na most a hangos könyvben is tök jól érzékeltették ezt, hogy a telefonhívás, a rögzített telefonhívásoknak megvolt ez a tipikus telefonos háttérzaja, meg a telefonos effektje. Kvázi olyan volt, mint a tényleg egy telefonhívást hallgatnál, a hangfelvételt, és ezeknél figyeltek is arra, hogy ne ugyanaz legyen a narrátor, aki egyébként a könyvet narrálja, hanem ezekhez a részekhez kerestek másik narrátort. Úgyhogy nagyon jó, 10/10 volt ez a könyv, tényleg imádtam. Előre ugrok egy másikra, mert az utolsó könyvet kicsit nehezebben fogom tudni összefoglalni. Még gyorsan becsúsztattam novemberre a Pumpkinheads-et Rainbow Rowell-től. Én ugye nagyon szeretem Rainbow Rowell-t, egyik kedvenc szerzőm, és elcsábultam a bestsellersbe megvenni ezt a kötetet tőle végre, mert ez nagyon őszi kötet volt, és azt hiszem ezt október végén vettem. Azóta nem olvastam el, de mondom, most még november van, és még nincs karácsonyi hangulatom, úgyhogy most még be tudom szorítani. Beszorítottam, imádtam, annyira bájos, annyira cuki volt ez is. És nagyon jó, mert nem ilyen fényes papírra van nyomva, hanem ilyen rendes, sima fehér papírra. Nem ez a fényes fajta, és nagyon szép, és nagyon szerettem, úgyhogy ez ilyen Halloween-i kötelező újraolvasás lesz jövőre már tutira. Igen, vagy bármelyik Predatorra, hogyha be tudom szorítani újra, mert nagyon szép, nagyon szerettem, nagyon hangulatos, tényleg abszolút Halloween-kor lett volna a legideálisabb olvasni, mert nagyon hozza ezt a hangulatot, de nem baj, ettől függetlenül most is nagyon tudtam értékelni ezt az egészet. Jó, na és az utolsó könyv, amit kicsit nehezebben fogok tudni értékelni, a Szaszkó Gabriellától a Végtelen, ami nekem egy recenziós példányom. Úgyhogy innen is nagyon szépen köszönöm a szerzőnek is, hogy megkeresett, meg a kiadónak is, hogy elküldte a kötetet. Én szemeztem már egy ideje Szaszkó Gabriella könyveivel, mert hogy volt valamikor közös könyvünk is kora február, azt hiszem. És azt, én úgy emlékszem, hogy azt is így nagyjából szerették azok, akik részt vettek a kibeszélőben, és akkor csak így bekerült a látómezőmbe a szerző. És akkor kaptam a lehetőséget, hogy elolvastam ez a legújabb könyve, ha jól tudom, ez idén jelent meg könyvhétre. És így elolvastam a főszöveget, hogy ilyen lélekvándorlásos, mentális, egészséges témakörben játszódik, mondom, ez jó lehet, oké, elolvassuk. Alapvetően nem utáltam ezt a könyvet, sok részét szerettem is ennek a könyvnek, és az a bajom, hogy egyetlen egy olyan pontja volt, amit nagyon nem szerettem, és amiatt nagyon rossz szájízzel fejeztem be. Szóval alapvetően ennek az a története, hogy már túl vagyunk három világjárványon, jéj, ugye ez egy karanténkönyv, és ezeknek a járványoknak a során így felfedeztek egy olyan, nem tudom, oldatot, akármit, amit hogyha így véráramba kerül, akkor az ember így vissza tud menni az előző életeibe, tehát kvázi van, létezik a lélekvándorlás, és akkor ezzel így meg tudjuk
nézni, hogy mi történt az előző életben, csak nem úgy, mint mondjuk egy filmet, hanem így elalszik az ember, és mint egy álomba így bekerül az előző életébe, és akkor azt így végig tudja nézni, de közben nem tudja, hogy ő amúgy már nem abban az életben van. Na mindegy, nagyjából így ez a koncepció, és a főszereplőnk Daniel egy világhíres zongorista, aki agorafóbiás, nagyon durván szorongásos, és 6 éve nem hagyta el a házat, és neki van egy 17 éves tinédzser fia, Aaron, és nagyon-nagyon rossz a kapcsolatuk, főleg azért, mert hogy miután a Daniel felesége és Aaron édesanyja meghalt, utána így nagyon durván elkezdődött ez az agorafóbia, ugye azóta nem megy ki a házból Daniel, és gyakorlatilag elhanyagolta a gyereket. Ezzel a lélekvándorlós oldattal, amivel vissza tudják nézni az életeket, ilyen kísérletbe beválogatják Danielt, hogy próbáljanak keresni magyarázatokat a jelen mentális problémáira, a múltban, hogy vajon honnan eredezthetetőek ezek, hogy vannak-e a múltban lenyomatai, hogy hát ha azzal elő tudják segíteni ezeknek a kezelését. Ami egy tök érdekes koncepció, és igazából ezt a részét nagyon szerettem a könyvnek, amit kicsit sajnáltam, hogy a végén csak egy darab életet néztünk úgy mélységeiben jobban meg, és én kicsit jobban szerettem volna, ha több életet látunk, több részlettel, tehát így gyakorlatilag 3 életbe tekintettünk lett bepillantás, ebből 2-be csak nagyon pici, és a harmadik lett kivesézve, úgymond. És egyébként a 2-vel ezelőtti életét Danielnek azt a szállat nagyon élveztem, az nagyon tetszett, az nagyon-nagyon jó volt, mármint sad, mert szomorú volt, de jó volt, tehát hogy az nagyon tetszett. A jelenben volt az a problémám, hogy egyszer csak beköltözött a házba a Aaronnak a barátnője Hazel, és szinte 17 éves, és Hazel ez a nagyon, nagyon különböző tőle, mondjuk azt, hogy szerintem valószínűleg már itt is kezdődtek problémák, hogy Hazel viselkedése az nagyon az, amire én ilyen miért viselkedsz, így vagyok. Tehát ez a jó, oké, nem ez, hogy felül a konyhapultra, mert én is felülnék a konyhapultra, csak ahhoz magasan van, és akkor inkább székre ülök, mindegy. Csak ez a nagyon ilyen sok. Nekem Hazel sok volt. Sejtettem, hogy itt valami, reméltem, hogy nem fogunk oda elmenni, eljutni Hazel és Daniel között, ahova végül eljutottunk, tehát én nagyon reméltem, hogy csak rosszul érzékelem itt a dinamikákat, és nem lesz az így benne a történetben, de benne volt, ami rémséges módon felzaklatott engem. Szóval egy ilyen, és erre azért vagyok, nem a könyvre vagyok mérges, hanem az összes létező molyos értékelésre, mert így elkezdtem őket olvasni, és ugye nagyon jó értékelései vannak a könyvnek, de hogy egyikbe se írta le senki, hogy ebbe egy ilyen téma föl lesz hozva, hogy egy kapcsolat, egy 17, majdnem 18 éves, mert a könyv egy pontján betölti a 18-at a csaj, egy 17 éves és egy 43 éves között ebbe lesz egy romantikus kapcsolat. Én erre nem voltam felkészülve, és ha én ezt tudom, akkor lehet, hogy most éppen nemet mondok erre a recenzióra, mert nagyon-nagyon nem hiányzott nekem ez a téma most. Alapvetően értem, hogy jöttek össze a dolgok, és tehát értem, csak ettől függetlenül a maga a téma, hogy benne volt, hogy ők ketten romantikusan egymásba gabajodtak, ez nem. Ez annyira durván nem feküdt nekem ebben a könyvben, hogy így minden más beárnyékolt sajnos. Tehát így értem, hogy miért, főleg ha végigolvassa az ember a könyvet, egyébként sejthető is volt, hogy azért, mert elég egyértelmű volt a személyiség alapján, csak én sokkal jobban értékeltem volna, hogyha a romantikus részét elhagyjuk ennek a jelen szálnak, és mert Hazel segített Danielnek valamennyire, hogy így kilökte az ajtón kicsit, de hogy én sokkal jobban élveztem volna, hogyha oké, 17, majdnem 18 éves, 43 éves, jó, engedjük el, csak ne legyen köztük romantikus kapcsolat. Tehát, hogyha egy ilyen tök jó kis barátságuk lesz, szerintem azzal is működött volna, nem tudom, de ez nekem nagyon-nagyon nem feküdt, hogy ők itt mit csináltak. Főleg, hogy igen, Hazel így már mint később kiderül, tehát egy nagyon hiperfixálódva volt Danielre, és nem. Ez az egy rész volt olyan, hogy
át akartam hajtani a könyvet a szobán. De amúgy meg végigolvastam, mert érdekelt, hogy mi lesz a megoldás, úgymond, vagy mi lesz a végére, a végkifejlet. Őszintén szóval én nem egy romantikus könyvre készültem, és ebbe sokkal több romantikus rész volt, mint amire én készültem. Sokkal inkább azt vártam, hogy Daniel és a fia kapcsolatát fogjuk jobban ápolgatni, ehhez képest Aaronból nem túl sokat látunk a könyv folyamán. Szóval így nehezebben is tudtam megérteni a karaktereket, vagy szimpatizálni velük. Azt szerintem egyébként nagyon jól bemutatta, hogy nyilván tapasztalatból is tudja, hogy a pánikbetegség az milyen, mármint az Szkó Gabriella. Maga a mentális betegségnek a leírása, hogy nem tud kimenni, hogy pánikol, ezek tök jól le voltak írva, és ezt a részét nagyon-nagyon tudtam értékelni a regénynek, mert szerintem nagyon jól láttatta, mert én például nem vagyok pánikbeteg, tehát én azt nem tudom, hogy néz ki, de így tök rá tudtam érezni a könyvből a helyzetet, hogy ez miért ilyen nagyon nehéz, és nincs több hely a kamerámon. De annyira elvitte nekem ez a 25, vagy nem tudom hány éves korkülönbség a dolgot, hogy nem. Végül 3 csillagra értékeltem a könyvet, de azért, mert a korkülönbséges dolgot nagyon utáltam benne, de minden más meg egyébként szerintem tök jó volt benne, és akkor kiegyeztem egy ilyen arany középútban, és tényleg azért nagyon nehéz ezt a könyvet így értékelni, mert nem vagyok annyira mérges a korkülönbséges dologra, mint mondjuk egy másik könyvben lennék, mert a könyv teljességében látom, hogy miért úgy alakultak a dolgok, ahogy ettől függetlenül nagyon nem tetszik. Tehát ez az életeken átívelő szerelmi szál dolog, ez egy ilyen szép gondolat, csak meg nyilván benne volt az is, hogy nem minden életben voltok feltétlenül ugyanazon a szinten, hogy most működjön is a dolog, ami tehát ezek ilyen tök jó dolgok voltak benne, de attól függetlenül nem tudtam bevenni ezt az egy részét ennek a könyvnek. Tehát ez ahányszor jött egy ilyen jelenet, annyiszor így le kellett tennem, hogy oké, akkor most negyed óra pihi, mert én ezt gyomorra nem bírom annyira. Azért nagyon hálás vagyok, hogy ebben a könyvben voltak úgymond történtek szexuális aktusok, viszont Szaszkó Gabriella pont olyan mértékben adagol információt, amennyire nekem kell. Tehát így el van hintve, hogy igen, itt most az történik, és így köszönjük szépen, megyünk tovább, és nincsenek részletes jelenetek, úgyhogy ezt nagyon tudtam ebben a könyvben szintén értékelni. Igen, szóval összességében tetszett, de nagyon beárnyékolja ezt a tetszést az, hogy benne volt ez a nagyon fiatal lány és lassan középkorú férfi közötti kapcsolat, és ez nagyon nem, és ez nagyon elvitte a könyvet számomra. Szóval én ezt a ilyen trigger warningként ide kirakom, hogy igen, ebben a könyvben van egy ilyen vonal is, szóval ha valakinek ez olyan, hogy mondjuk ez egy olyan könyv, amire így föl kell készülni lélekben, meg így érdemes tudni előre, hogy milyen témákat feszeget, mert van benne öngyilkossági téma is. Azt nem is mondtam, hogy egyébként van egy tök jó LMBTQ szál is, de az ugye a múltbéli szálban van, és azt ugye mondtam, hogy nagyon elvesztem, úgyhogy ez nagyon, nagyon tetszett. Szóval nagyjából így ez a helyzetem most ezzel a végtelennel, de alapvetően tetszik, ahogy Szaszkó Gabriella ír, szóval lehet, hogy majd keresek egy kevésbé ez az elég nyomasztó könyv is volt, tegyük hozzá, de hogy majd lehet keresni, meg megnézem, hogy mi a legkevésbé nyomasztó könyve talán, és akkor megpróbálkozok vele újra. Mert szerintem nem ezzel a könyvvel kellett volna kezdenem, és nem most kellett volna olvasnom így végérvényesen, mert most nagyon nem tudtam befogadni ezt a témát, ezt az egyik témát a könyvből. Az összes többi része egyébként tetszett, és szerintem jó volt, csak ez az egy, ez nem. Ez most nagyon nem volt nekem. Nekem most nagyon nem volt jó. Szóval, ezeket a könyveket olvastam novemberben, és decemberben most már én csak happy és cozy könyveket akarok olvasni. Majd jövőre depizek újra. Kommentben írjátok meg, hogy ti milyen könyveket olvastatok ki a hónapban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!